Évezredek Lajos Mizsén, régészeti fejezetek a település múltjából címmel rendezték meg ma a második Lajos Mizsei helytörténeti konferenciát. Az eseményen összesen 6 előadó volt, köztük a Kecskeméti Katona József Múzeum régész szakemberei, akik 6 témakörben Lajos Mizse múltjáról közel 3000 évet mutattak be. Szó volt a középkori Mizse faluról, honfoglaláskori emlékekről, illetve az Árpád-kori településekről. A Lajos Mizsei Művelődési Házban megrendezett eseményt egy ünnepélyes kiállítás kísérte, ahol a település múltjából nyílt régészeti tárlat, mely egészen március 6-áig megtekinthető. A helytörténeti konferenciáról bővebben a Kiemelő című magazin műsorunkban számolunk be.